Szép jó napot kívánok mindenkinek! Elérkeztünk végre ehhez a videóhoz, ami nem más lenne, mint a törökországi nyaralásunk. Valószínű, hogy láttátok már sztorikba, Instán. Viszont az is lehet, hogy észrevettétek, hogy megszakadt a sztori áradat, ugyanis a videóban is látni fogjátok, hogy a szombati napon történt az, hogy a telefonom ennél, a repedésnél, hát magába szívta a párás, sós, csodálatos levegőt, és úgy döntött, hogy beázik. Annak ellenére, hogy nagyon vigyáztam rá, hogy ne legyen vizes, és nem is lett vizes, annyi is elég volt neki, hogy nagyon meleg volt és párás volt a levegő, úgyhogy beázott. Jelenleg működik, viszont a töltést nem veszi, csak az érintkezős töltőkkel. Úgyhogy igen, viszont amit a videóban látni fogtok, nyitva van az ablakom közben, amit a videóban látni fogtok, hogy a szombati napon eltűnnek a videók. Végig telefonnal vlogoltam. Ott volt nálam a kamera, de valamiért sokkal egyszerűbb volt telefonnal, és szombaton elkezdte nem venni a töltést, utána egyértelműen lemerült, és képzeljétek el, hogy a hazafele úton, amikor a repülőre felültünk, kivettem a táskámból, és teljesen varázslatos módon, teljesen feltöltődve bekapcsolt. Kaptam még tőle egy teljes töltésnyi aksidőt, utána megint meghalt, úgyhogy amíg haza nem értünk, és el nem vittem szerelőhöz kitakarítatni és átnézetni, egészen addig nem volt telefonom. Úgyhogy a sztorik ezért álltak le, a videók nagyjából azért vannak, mert Bence telefonjával meg kamerával videóztam nektek, de ennyi a történet igazából a telefonom mögött. Nagyon-nagyon sok repülős kis klip lesz, és nagyon sok hullámos klip, ugyanis jelenleg ez a két dolog, ami a legközelebb áll a szívemhez, úgyhogy ezekről is van egy kicsit több tartalom, remélem, hogy nem fogjátok bánni, de hogyha nem szeretnétek megnézni azokat a részeket, akkor pörgessetek kicsit előrébb, mert van bőven sok más is. Bele kell még jöjjek a travel vlogolásba, hogyha őszinte szeretnék lenni, ugyanis azt hittem, hogy sokkal több mindent vettem fel, de tévedtem, úgyhogy egy videóban fogtok látni mindent, ami Törökországban történt. A kis csatornámra, a vlogos csatornára pedig érkezni fognak még előzmény videók, és azóta, amik történtek, elindulnak a vlogok. Úgyhogy ennyi lenne a bevezetés. Nagyon szépen köszönöm, hogy rákattintottatok a videóra, és remélem, hogy végignézitek. Hogyha végignéztétek, akkor jelezzétek majd nekem a komment részekbe, és hogyha tetszett, akkor dobjatok mindenképpen egy lájkot. Nagyon szépen megköszönöm nektek, és jó szórakozást a videóhoz, a következőben találkozunk. Sziasztok! Felisszálltunk a repülőre, és ahogy mindjárt látni fogjátok, Anima Wings-el utaztunk, amin nemhogy soha nem ültem még, de soha nem is hallottam. Rövidke kutatásaim szerint ez egy román charter légitársaság. Elég kicsi flottával rendelkezik, ami azt jelenti, hogy összesen 2 gépük van, viszont 2-vel hamarosan bővítik. A gép, amivel repültünk, az egy Airbus A320-as, ami az egyik legnépszerűbb rövid és középtávú gép. Ugyanaz a típus, ami a Wizz Airnek is a flottájának legalább 80%-át kiteszi, tehát túl nagy különbségek nem voltak. Az út során ételt nem szolgáltak fel, viszont egyszer ingyenesen választhattál üdítőt, ezen kívül pedig látjátok, hogy itt van a menü, amiből természetesen kisebb-nagyobb összegért választhattok magatoknak majdnem bármit. Közel 3/4 óra csúszás után aztán végre elindultunk, minden probléma nélkül felszálltunk, és 2 óra múlva már Törökországban is voltunk. Cseppet szétesve, sok órával később megérkeztünk. Nem sokára elmesélem nektek a sztorit, viszont gyorsan roomtúrozunk. Igen, lett felújítva a szálloda kutatásaim alapján, úgyhogy ez az ajtó, amin bejövünk. Átkapcsoltunk szélesre. Itt a fürdő. Nagyon cuki. Lesz helyen bőven kipakolni. Sziasztok!
Vannak bekészítve kis toiletries, szappan, tusfürdő, balzsam, sampon és testápoló. Ha jól látom, itt van körömreszelő is, nem kellett volna hoznom. Naptáj nincsen egyébként, pedig mostanában elkezdtem látni, hogy adnak naptájat is, ami szerintem egy nagyon okos döntés. Így néz ki a tusoló. És ide nem sokára látjátok is, hogy ki fogok pakolni, mert 7 éjszakát maradunk, ami pont annyi, hogy bőven kipakolok. Kis széf, papucska, itt van egy ilyen kis bőröntartó rész, és itt van a lényeg. Mennyire vibe! Nézzétek meg! Köszönöm, Bence, operatőröm. Van itt egy egész alakos tükör, itt végig tükör. Nagyon szép, hatalmas tévénk van. Még egy kis vibe-os rész, vízforraló, teák, kávék, itt van minibár. Egész korrekten fel vagyunk egyébként szerelve. Nyilván van egy kis asztalunk, amit nem hiszem, hogy nagyon használnánk. Fotel, és a lényeg. Közben jött egy autóbusz. Nem sokára megyünk le. Ez a kilátásunk. Kifújja a telefont a szél a kezemből egyébként. 6. emeleten vagyunk. Nagyon szép. Egy törnyő. Úgyhogy így nézünk ki. Ez a kis szobánk. Most gyorsan kipakolok. És az a terv, hogy pihenünk egyet, mert hát az alvás az elmaradt. Tegnap ugye 11:30-kor indultunk, és ilyen 1/4 óra, 1/2 órákat aludtunk, de nem nagyon sikerült többet. Úgyhogy most lesz egy tusolás, és egy 2 óra, 3 órás alvás, hogy le tudjunk még menni a partra. Nagyon-nagyon hosszú volt az útlevél ellenőrzős sor. Ott Rebeka majdnem kidőlt. Nagyon sokáig vártunk a bőröndre, utána, amikor a transferrel jöttünk, akkor 1/2 órát vártunk az utolsó emberre, mondjuk én erről nem nagyon tudok mesélni, mert elaludtam, na mindegy. És hogy is érkeztünk ide? 11? Aha. 11 óra fele értünk ide, és közölték, hogy a szobát az csak 2-kor lehet átvenni. Úgyhogy Bencével felfedeztük már az egész szállodát igazából, végigmászkáltuk, voltunk megnézni a medencéket, lementünk a partra is annyira, hogy megnéztük, hogy ilyen, de akkor még cipőbe voltunk, úgyhogy nem akartunk nagyon homokozni, megvizezni. Utána 1 órakor lehetett menni ebédelni, úgyhogy jól bekajáltunk, holnap megmutatom nektek az ebédet, reggelit, vacsorát, mindent, de most muszáj volt ennünk, mert kaján is a kajátunk menet közben. Úgyhogy ennyi. Úristen, tusolunk, pihenünk egyet, és utána folytatjuk új jó erővel. Szóval, ma este Italian Night lesz. Az Rebekának jó. Ezt mennyire várod? Azt? Hát elmondani nem tudom, hogy mennyire. Ohán! Te mit csináltál az előbb? Taktikai 10 perc. Taktikai 10 perc.
megyünk vacsizni, és ha minden igaz, akkor most jött el az idő, hogy megmutassuk nektek, hogy hogy néz ki az étterem. És Bence lesz olyan kedves, és végig sétál velem, hogy megmutassak nektek mindent. Ez a lift, ez nagyon lassú, úgyhogy újat próbálunk levesni. Úgyhogy ennyi. A videó során többször is látszik, hogy a kamerám napteljes lett néha, viszont ettől eltekintve remélem, hogy látjátok, hogy milyen elképesztő mennyiségű kaja volt. Egyértelműen a mai este lesz a kedvencem, olasz este. Te mit gyűjtöttél? Csirke, marha. És hogy kaja az nem elég, de a desszert választék az valami elképesztő volt, és minden este voltak újfajta desszertek is, ami teljesen érthetetlen, hogy hogy lehet még ezt is fokozni. Mindig majdnem elfelejtem felvenni, mivel olasz este, eklerfánk, és mondjuk, hogy az olasz az a csúrosz, az hogy jön, fogalmam nincs, de csúrosz a mai desszert. Elindultunk felfedező útra, pont ez a szállodánk, pont vele szemben van egy prémium pláza. Azt nem tudjuk, hogy amiért jövünk, azt lehet-e majd kapni. Biztos lehet. De... ide jövünk. És csak hogy biztos legyen, mellette egy lépésnyire van még egy pláza. A plázába egyébként HDMI kábelt mentünk vadászni, itt nem sikerült, viszont a másikba csodával határos módon találtunk. Gondoltam, egy kicsit részletesebben is megmutatom nektek, hogy hogy kell elképzelni egy ebédet például. Az egyetlen dolog, ami egy kicsit csalódás volt, nem minthogyha tartottam volna bármilyen diétát a nyaralás alatt, de hogyha megnézitek, ez volt az egész gluténmentes választék, ami őszintén megmondom, hogyha allergiák szerint szerettem volna kajálni, akkor nem lett volna túl kivitelezhető. Dezső Bence nagyon vicces. Mai kaja arabiáta tészta. Ez egy török rizs. Nem tudom igazából, hogy mitől nagyon különleges, de nagyon finom. Ez valami spenótos kis összesütött cucc. Zöldséges tészta. És mi a srém? De milyen rák? Garnélarák narancson, zöldségekkel. Jobb helyünk lett, mint tegnap, viszont képzeljétek el, hogy olyan odafigyelés van, nem engedték, hogy leüljünk addig, amíg nem lett frissen fertőtlenítve a hely, úgyhogy miután kész van, feküdhetünk. És ez lesz a kilátás. Most usoltam, hajat mostam, és gyorsan felteszek egy maszkot, utána, amíg megszárítom a hajam, addig lehet, hogy a szemre is teszek egyet. Villámgyorsan sminkelni is fogok, úgy döntöttem, hogy ma egy kicsit jobban összekészülök vacsihoz, úgyhogy megszárítom a hajam, és jövök. Hát ez szörnyű. Everybody's watching you move out of the beat, cause it's
egyik aljam. Megyek vissza, vágok majd be nektek kis videókat. Lementem a partra édesanyával telefonálni. Olyan szép videókat csináltam. Most viszont jövök vissza, és utána megyünk fel Bencével a szobába, és szerintem sorozatot fogunk nézni, de lehet, hogy még beugrunk hozzátok. És ahogy mondtam nektek az elején, elképesztően sok hullámos tartalmat is fogtok látni, valamiért nagyon rájuk vagyok függve. Remélem, hogy nem zavart titeket. Szerintem gyönyörű. Ezt nézzétek! Végre olyan hullámok lettek, hogy megérte behozni a telefonomat. Körülbelül negyed órája vagyunk itt, és egyre durvábbak a hullámok, úgyhogy most már be kellett hozzam a telón. Belőletek nagyon sok mindent így nem látok. De ó! Kíváncsi vagyok, hogy... Kíváncsi vagyok, hogy estére milyen lesz, mikor egy kis szél is társul emellé. Egy kicsit még itt maradunk bent, és ti is itt maradtok. Késői vacsink lesz, most megyünk legkésőbb eddig vacsizni, bár az is igaz, hogy ma reggel iszünk először, úgyhogy utolsó 20 percre érünk oda, nagyon sokáig voltunk a parton. Jaj, de cuki a hajad, teszt. Johnny teszt, élete egy, minden hepajra kész. Viszont ha jól láttuk, akkor lesz valami rendezvényes, itt kint a... Akár mikor kimondják a rendezvény szót, eszembe jut, hogy Gáspár Laci az X-faktora mondja, hogy rendező. Ez beleégett a fejembe. Na mindegy. Akkor nem tudom, hogy hogy mondjam, hogy mi lesz, de itt az ösvényen. Én képet kéne neked csináljunk, csak egy másik, a lepeleddel. Okay. Be van rendezve egy egész szett, és tök jól néz ki, úgyhogy ma először rendesen össze fogok készülni, és képet fogunk csinálni. Meddig megyünk még fel? Jaj, de szarul nézek ki ebbe a fénybe. Néha úgy érzem magam, mint egy óvodás. Most beszálltam egy másik liftbe. Egyszerre jött meg a liftünk, és most kiderül, hogy mennyire ismerik egymást, hogyha Bence okol a túloldalon. Nincsen, úgyhogy valószínű, hogy ő a lobbinál szállt ki, azt hiszem. Utólag egyébként rá fogtok jönni, de ez az éjszakai bár, ami éjféltől reggel 7 óráig van nyitva. Szóval, ahogy látjátok, igen, fáj, megtaláltuk a snack bárt, és meglepődtem. Azt hittem, hogy csak én nem tudom mi, de ez egy rendes kis étterem. Eljöttünk ebbe a hátsó részbe, nem is voltunk még egyébként erre, ez a kedvenc szárnyam.
úgy van, hogy van egy középső ilyen ellipszis, és még kettő erre, és ez a rózsaszín oldal, úgyhogy egyértelműen szerintem ez a leggyönyörűbb. Gyertek vele! Wow, 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 wow. Szóval? Mi? Hát meg van oldva. Be van kapcsolódva. Ez a lényeg, nem? Igazi Réka. Most már, hogy tudod, hogy mit jelent, így mondogatod te is szívesen még. Nem tudtam, hogy mit jelent. Elmondtam. Megyünk le vacsorázni, aztán addig töltődik. És utána? Utána? Megyünk vásárolni, és Bence fizet, úgyhogy gyertek, tartsatok velünk. Ha-ha. Ahogy látjátok, az egész nap kimaradt, nem videóztam semmit, viszont este beültünk az egyik bárba meginni egy-egy koktélt, úgyhogy gondoltam, hogy megmutatom nektek ezt a szárnyat is. Jó reggelt! Jó reggelt! Elindultunk lefele, ugyanis a mai az egy izgi nap lesz, kibéreltük az egyik pavilont a tengerparton, úgyhogy valószínűleg most többet leszünk lent, mint eddig bármelyik nap, és ott fogunk chillelni. Összekészítettem magammal a táskámba pár plusz dolgot, azokat is visszük magunkkal, úgyhogy induljunk el. És nézzük meg, hogy milyen. Egyébként azt hozzá kell tenni, hogy hétfő reggel van, és jelentősen üresebb az egész. Női napszemüveg gang. Nagyon jó a napszemüveged. Nem üresebb? Persze. Sokkal. Sokkal üresebb. Nagyon durva. Hát meg gondolom mindenki mi foglalja, hogy egy hétfő zsa. És akkor már nem jönnek le reggel. Thank you so much. Virágokat apaimnak. Van kis lábmosónk is, és ez a kilátásunk. Elég jó, így utolsó napra. Ki van írva, hogy teknős fészek van itt, és valószínű, hogy tojások vannak bent, úgyhogy vigyázzék el rájuk. Tojás! Jó, cuki! Matt? Aha. Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és most... Várj! Megy. Matt? Igen. Sziasztok! Megy. Okay. Én Markó Rebeka vagyok, és most meg fogom nektek mutatni, hogy ki van takarítva a szobánk. Add a kulcsot! Nem, mármint, hogy mit akarítottuk ki? Mit akarítottuk ki? Természetesen. Ezt szeretném tisztázni, hogy ezt a videót édesanyáiknak küldtük, teljesen indokolatlanul külön vlogoltunk nekik, és nyilván nem fogom megmutatni a szobát nektek, mert semmi nem volt, de valamiért annyira nevetségesnek tartom, amit művelünk Bencével, hogy gondoltam ezt a kis részletet bent hagyom. Éppen várunk arra, hogy elkezdhessünk beszállni, és ez a kilátás a váróból, hát elég jól néz ki. És menet közben egyébként folyamatosan onnan fordulnak be a gépek, és szállnak le egymás után, úgyhogy elképesztő kilátásunk van.
Megvárjuk a következőt, és megmutatom nektek is, hogy hogy néz ki. Majdnem lemaradtam róla, de hogyha megnézitek, ott mennek a bőröngyeink. Az utolsó kocsi túloldalán vannak. Egészen kedves, és egyébként nagyon vak vagyok, de úgy néz ki, hogy ez lesz a gépünk, úgyhogy mindjárt átmegyünk egy másik ablakhoz, hogy meglesessük, és közben pedig már jön a következő gép. Mi vagyunk az elsők, akik becsekoltak, és megyünk a gépre, ami ott áll, ahogy már mutattam. Annyit kérnék csak, hogy a virágok nem kellenek, táblákkal várjatok, és nem kell sikítani, elég, hogy legyen. Sziasztok, üdvítkor! Fejemben! A Trabant a szállni érvezet, nem tudom, és ez még fél olaj a fejemben. De jó! És megkezdődött a beszállás a gépre, ugyanolyan típusú géppel utazunk haza, mint idefele is. Azért szerettem volna elsőnek becsekkolni, hogy egy kicsit jobban meg tudjam mutatni nektek a felszállást, anélkül, hogy bárkit bele kellene venni. A repülőúttal kapcsolatban egyébként annyit, hogy az egyetlen egy negatív dolog talán az volt, hogy nagyon-nagyon sok gyerekkel utaztunk, és odafele és visszafele is előttünk és mögöttünk is gyerekek ültek, akik végigordították az egész utat. Nem kifejezetten volt zavaró, de ez talán egy negatív pont, amiről egyébként senki nem tehet, csak tényként elmesélem nektek. Ezen kívül a hazafele út utolsó 5 percében egy kicsit erősebb turbulenciánk volt, viszont ettől függetlenül nagyon királyutunk volt odafele és visszafele is.